igyekeztünk a kor szellemét megjelenítve bemutatni a különböző társadalmi rétegek étkezési szokásait. Paskó atya szavait idézve: a táplálkozás kultúránk része, ahogy része az irodalom, képzőművészet, építészet. Gasztronómiával foglalkozni, abban jártasnak lenni elsősorban nem hedonizmust jelent, élvezetek hajszolását, nem jobban, mint élvezettel elolvasni egy verset vagy megnézni egy kiállítást, hanem annak a kulturális örökségnek a megismerését, elsajátítását és művelését jelenti, amit az emberiség évezredek óta fejleszt, csiszol, alakít, továbbad és divatot teremt vele. És az idézet után kezdjük is felidézni a kezdeteket. Az első két dián látható Hippokratész már időszámításunk előtt megfogalmazta az individuális étkezés lényegét, amit a mai diétás élelmezés alapelvének is tekinthetünk. Szintén mögöttem láthatják Galenoszt, aki már időszámításunk előtt a holisztikus gyógyítás központi elemének tekintette a dietetikát. Alapvető volt a betegségek megelőzése, az életerő fokozása, amelynek eszköze a dietetika. A dietetika szó akkoriban magában foglalta az ember érzelmi és szellemi állapotát is. A középkorban a táplálkozás köré babonák szövődtek. Kialakultak a különböző ünnepekhez tartozó ételek, ahogy ez jól látható a korabeli ábrázolásokon is. Erre az időszakra esik a Salernói Orvosi Iskola fénykora, ahol a gyógyítás mellett a betegségek megelőzését is gyakorolták. A híressé vált Regimen Sanitatis Salernitatum című verses egészségtanban dietetikai tanácsok is jócskán találhatók. Az egészséges életre nevelés 18. századi művelői közül kiemelkedik a következő két ilyen látható Mátyus István, erdélyi orvos, akinek igen jelentős volt a dietetika terén kifejtett irodalmi munkássága. A dietetika fogalmát Mátyus idejében az egészséges életmód szabályainak summázataként értelmezték. Előbb a kétkötetes dietetikában, majd az ezt kibővítő többkötetes Ó és Új Dietetika című könyvében foglalkozik részletesen az egészség fontosságával, megtartásával és a diétával. Rácz Sámuel, a Pesti Egyetem első magyar orvosprofesszora volt az első, aki magyar nyelven oktatott. A korabeli orvostudomány felosztását ismertető munkásságában találhatjuk, idézem, egészséget fenntartó dolgoknak tudományát, melyet dietetikának mondunk. Magyarországon a diétás kezelés térhódítása az 1920-as években kezdődött. Az első hazai betegélelmezési rendszer kidolgozása és bevezetése Sós Aladár professzor érdeme. A következőkben még bővebben lesz szó a munkásságáról. A 20. század első évtizedeiben a lakosság egészségügyi állapotában lassú javulás figyelhető meg. A nagy járványos betegségek ideje a 19. század végén lejárt, a babonás gyógyítás kezdett a régmúltba veszni. Az egészségügyi szakszemélyzetből orvos, ápoló, beteggondozó nem volt hiány, sőt, bizonyos többletszám is mutatkozott. Mindennapossá vált az állástalan orvos, aki szűkös magánpraxisból, kisegítő munkákból próbált megélni. Az 1920-as években szembetűnő lett a magyar orvosok külföldre, elsősorban az amerikai kontinensre való távozása. Falusi ember orvos legfeljebb a jószágához, nem a beteg családtaghoz hívott. Önkéntes betegbiztosítással csak a módos nagygazdák rendelkeztek, emiatt a távlati tervek között szerepelt a betegbiztosítás kiterjesztése, a betegfalu megszüntetése. Erre a nehézségekkel küzdő állam csak korlátozott összegeket tudott biztosítani a költségvetésből. A két világháború közötti időben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a különböző szakterületek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere és a kongresszus jellegű találkozások megszervezése. A 20. század első évtizedétől lényeges különbséget tettek a járvány, ipari és népbetegségek között.
A járványbetegségek leküzdését szolgálták, az orvosi terápia mellett a közegészségügyi törvény adta preventív és gyakorlati jogszabályok, az ipari megbetegedéseknél az orvosi kutatómunka eredményeképpen a megelőzés, a munka és balesetvédelem, míg a népbetegségeknél a rák, szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz és az alkoholizmus esetén pedig az alapos feltárás, a megelőzés, a terápia lehetőségeinek kidolgozása, valamint a felvilágosítás és az egészséges életre nevelés eszközei. Ahogy ezt már korábban említettük, Magyarországon a szervezetdiétás képzés elindítója dr. Sósa Ladár professzor volt. Ő tartott először főző tanfolyamot orvosok részére. Ő alkotta meg az ELIX rendszert is, amelyet számos európai országban bevezettek. A rendszer lényege az volt, hogy évszakonként kidolgozta az élelmiszerek árlistáját és a választott diéta elkészítéséhez szükséges időt. Ez a kettő adta az ELIX értéket. 1922-ben megszervezte az Egyesült Államok után a világon a másodikként a Pázmány Péter Egyetem orvostudományi karán a diétásnénék, később a diétásnővérek, majd a dietetikusok képzését. A hazai egészségügy, a táplálkozástudomány és a dietetika fejlődése az erősödő társadalmi igény a beteg élelmezéssel szemben, és a nemzetközi dietetikus képzés fejlődése miatt egyre inkább szükségessé vált a beteg élelmezés számára olyan szakemberek képzése, akik a gyógyító tím tagjaiként alkalmasak a dietoterápia önálló művelésére és a korszerűsödő kórházi élelmezési üzemek vezetésére. A nemzetközi elismert képzés a jelentkezés feltételeként 4 polgárit és bizonyos szintű nyelvtudást írt elő, de figyelembe vették a rátermettséget, a gazdálkodási érzéket és a konyha technológiai felkészültséget is. Célkitűzése volt a magyar konyhaművészetet a finomabb francia konyhaművészettel párosítani. A magyar és a francia konyhatechnika megvalósításához alakították ki a diétás kiskonyhákat, amelynek vezetői és irányítói a diétás nénik voltak. A 2-6 hónapos élelmezés vezetői képzés során táplálkozási élettan, élelmiszertan, konyhatechnikai rendszertan, élelmezés szervezés, ügyvitel és üzemtan, magyar népélelmezési ismeretek és egészségügyi közigazgatás tantárgyakat tanultak. Az étlaptervezési gyakorlatokon a diétákat magyar és német nyelven is tudni kellett rendelni. A képzés 50% elméleti és 50% gyakorlati órákat tartalmazott. Később ebből fejlődött ki a diétás nővérképző szaktanfolyam. A diétás nővérképző szaktanfolyamon az elméleti előadásokat a Pázmány Péter Tudományát Egyetem orvosi karán belül működő dietetikai intézet munkatársai tartották. A gyakorlati oktatás helyszínéül a képen szereplő Korányi Klinika diétás konyhája szolgált. A képzéshez szükséges szakmai irodalmat Nagy és Sósz professzor munkájuk képezték, így a diétás konyhatechnika, valamint az étrendi előírások. A dietikus képzés célja a következőben fogalmazódott meg. A hallgatók tanulmányi befejezésekor legyenek alkalmasak a dietoterápiás munka végzésére, a kutatómunka elsajátítására, az oktatómunkára, a néptáplálkozás és a közösségi étkeztetés munkájának irányítására és az élelmezés vezetői feladatok ellátására. A képzés befejezésével a hallgatók élelmezés technikusi oklevelet kaptak. Ez alkalmassá tette őket az élelmezési üzemek vezetésére, a gazdasszonyok képzésével foglalkozó tanfolyamokon előadások tartására, illetőleg a további egyéves képzés után a diétás nővér oklevél megszerzésére. Megfelelő tudással, megfelelő szakképesítéssel rendelkeztek az élelmezési üzemek vezetéséhez, és tudásokat át tudták adni a háziasszonyoknak, hogy ezáltal az európai hírnek örvendő magyar konyha egészségesebbé váljon. A diétás nénék fő feladatán tartották, hogy a betegek részére olyan diétás ellátásról gondoskodjanak, amely egyénre szabottan biztosítja a gyógyulásukat, és a betegeknél a betegekkel a személyes kapcsolattartás során egészségnevelő tevékenységet is folytassanak. A diétás mindig fehér, hosszú ujjú ruhát viseltek. A ruhagalériát jelvény fogta össze, amely aranyozott szegélyű, pajzs alakú fér, szománc alapú lila kereszt volt. Ma is ez a dietetikusok jelvénye. A következőkben hoztunk pár rövid példát az akkori dietaterápiás ajánlásokra. Első körben a lázzal járó megbetegedések esetén fontos volt a bőséges folyadékbevitel és a könnyű szénhidrátokat tartalmazó étrend adása, illetve az étvágytalan lázas betegnél az evést nem szabadott erőltetni. A tuberkulózis diétájának fontos eleme volt a konyhasó teljes megvonása. Fontos volt, hogy a beteg fogyasszon minél több friss zöldséget és gyümölcsöt, tilos volt minden tartósított élelmiszer adása. És az anémia pernicióza, vagy a B12 hiány okozta vészes vérszegénység
terápiájának fő eleme a máj volt. A májat gyógyító hatásának felismerése óta alkalmazták a vészes vérszegénység gyógyításában. Súlyos esetben a betegnek naponta kellett 300 g-ot elfogyasztania, kevésbé súlyos esetben 2-3 alkalommal kellett az étrendbe illeszteni. A következőkben tekintsük végig egy diétás néni napirendjét. A néni napja reggel 7 órakor kezdődött azzal, hogy átvette az árut. Ennek átvétele kizárólag az ő feladata és felelőssége volt, minőségét minden esetben ellenőriznie kellett. Ezután osztották ki a reggelit, és következett az ebéd főzése. 9 órakor vette kezdetét az orvosi vizit, melyen fontos és hasznos volt, hogy a diétás néne személyesen részt vehetett, mert így test közelből tudott tájékozódni a betegek állapotáról, tudta változtatni a napi étkezést, illetve a megrendelést. 9:30-kor osztották ki a 10 órait, és folytatták a főzést. 11 órakor fogtak hozzá az ebéd adagolásához, ennek minőségét a diétás néni kóstolással, mennyiségét ránézéssel ellenőrizte. Délután az ebéd és az uzsonna kiosztása között a néni folytatta adminisztrációs tevékenységét és ellenőrizte, hogy az adagszámokkal minden rendben legyen. Később következett az uzsonna osztása és a vacsora főzése, majd a vacsora adagok kiosztásával zárult a napi munka. A dián látható képen megrendelési lapok szerepelnek, ezeken voltak feltüntetve, hogy milyen alapanyagból mennyit rendeltek napi étkezések elkészítéséhez. Ezeket a mennyiségeket a diétás néni feladata volt összeírni, úgy, hogy figyelembe kellett vennie a költséglimitet, illetve az alkalmazottak étkezéséért is a diétás néni volt a felelős. Felmerülhet a kérdés, hogy az eddig elhangzottak hogyan működtek a gyakorlatban. Az előkészületek fontos alappillérei voltak a stílusos és tudományos étlaptervezés, az alapanyagbeszerzés, előkészítés, az elkészítés, a tálalás és az elszámolás technikája. Dr. Sós Aladár gondolatát olvashatják a kivetítőn, mely szerint a betegek élelmezése egy komplikált munka, melyet egyszerűen a főzés megjelölésen nem lehet letudni. Tudomány ez, és ez a rága van. Az étlaptervezésnél fontos szempont volt, hogy a beteg olyan ételt kapjon, amelyet szeret, és mindeközben a gyógyulással szükséges tápanyagokat is megkapja, a szénhidrátoktól a vitaminokig minden tekintetben. Viszont, ha mindenki minden nap olyan ételt kapott volna, amit megkívánt, akkor a klinikák hamar csődbe mentek volna, így Sós doktor sajátos megoldása állt elő. Volt olyan alkalom, hogy bement egy lázas legyengült beteghez, és megkérdezte tőle, hogy mit szeretne aznap enni. Felcsillanó szinte gyermeki szemmel érkezett a válasz, vaníliafagylaltot. Viszont a konyha nem készíthetett egyetlen beteg kedvéért fagylalt költeményeket, így Sors doktor azt találta ki, hogy a szakácsnővel körbejárta a kórtermeket, és megkérdezte, hogy aznap kinek lenne kedve fagylalthoz. Hogyha már körülbelül 8 fő jelentkezett, gazdaságilag nem volt veszteséges elkészíteni a kívánt ételt, a betegek számára pedig kifejezetten előnyös volt ez lelkileg. A lényeg, hogy a diétával élő beteg ne érezze azt, hogy ő diétán él, és legyen meggyőződve arról, hogy ő maga választotta étrendjét. A gyakorlatba iktatás közben viszont felmerültek nehézségek. Ezt Sós Aladár egyik legszemléletesebb anekdótájával szeretném elmesélni. A történet egy 27 éves földesúrról szól, aki cukorbeteg volt. Ennek az úrnak nehézséget okozott, amikor vendégeket fogadott vagy mulatságot tartott, mert az ő diétájával nevetségesnek érezte magát a vendégei előtt. Így viszont, hogy mindig a vendégsereg menüjét fogyasztotta, szörnyen érezte magát egyensúlyából kibillent cukorháztartása miatt. Aztán szerződtetett egy konyhatechnikust, aki egy csapásra megoldotta a problémát. A földbirtokos jókat mosolygott magában, mert kitűnő konyhatechnikusa, ahelyett, hogy neki külön diétát főzne, mind a 20 vendégnek cukorbeteg menüt szervírozott. Ez az igazi művészet, az anyaggal bánás művészete. Mindezek után a nagy kérdés már csak a megvalósítás volt. Hogyan tudjuk ösztönözni a beteget, hogy otthonában is folytassa diétáját? Sós doktor a lényeget abban látta, hogy előnyben kell részesíteni a minőséget a mennyiséggel szemben. A nőket vissza kell csalogatni a konyhájukba, de úgy, hogy azt laboratóriumokká teszik, tehát ha a nők már nagyobb részt vállalnak a tudományos életben, akkor arra is nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk, hogy elégségesen tudják táplálni családtagjaikat. Ugyanis fontos, hogy életkortól és nemtől függően mindenkinek más tápanyagokra van szüksége. K-
Köszönjük szépen a figyelmet!